Ugye emlékeznek még a régi arra, hogy Trabanton szállni élvezett. Sokan tudják, hogy a korábbi évtizedek autói közül a keleti blokkban a legnépszerűbb automárkák a Trabant és a Lada voltak. De voltak olyan autók is, amik az egyszerű emberek számára elérhetetlennek számítottak. Ilyenek voltak a híres fekete Volgák is. Többek között ilyen autókat tekinthettek meg a bonyhádi lánglovagok és hagyományőrzők zárónapján. A legrégebbi gépjármű azonban nem az oroszok akkor elérhetetlennek számító csodája, hanem egy francia autó volt. Ez az autó 4 éve van a tulajdonomban, Hollandiába vettem. Egy kicsit még dolgoztunk rajta, esztétikailag volt mit rajta csinálni, műszakilag az autó üzemképes volt, úgy a motor, sebességváltó, fékek, minden rendben volt. Belső kárpitozást csináltuk, és újra fényeztük az autót. Hát 4 éve, akkor kapott veterán rendszámot, és azóta járok nem minden, találkozóra megyek el, de ami nagyjából itt Tolna megyébe van, esetleg még Pécsre. Tehát ilyen 100 kilométeres távolságokra azért nyugodtan el tudok vele menni. A sok mosolyt, amit kap az ember, ha megállok egy benzinkúton, ha az úton találkozok más autókkal, integetnek. Ez az autó, ez nem vált ki irigységet, ez mosolyt vált ki az emberekből, és úgy látom, hogy van erre igény, az embereknek tetszik, ez egy visszajelzés a számunkra is, és természetesen én is ragaszkodok hozzá, szeretek vele menni, és másoknak is tetszik, és az örömet okoz, az plusz élvezet. Ez a Skoda Rapid Ferenc János tulajdonában áll jelenleg, aki azt mondta, különleges érzés egy ilyen autó tulajdonosának lenni. Egyrészt azért, mert rengeteg örömet ad neki a jármű, másrészt pedig azért, mert a vezetési élményben nem utolsó egy ilyen farmotoros autó. Hát tavaly májusban lett kész, hát május óta. Egyszer voltunk vele Szlovákiába, kint Komárnóba, meg hát nem is tudom, hát... Amikor idő adja, magyarán mondva. Múlt hétvégén voltam kint Trabantos találkozón, akkor elvittem az első helyezettet. A vezetési élményben nem ad egy olyan, mint egy új autó, az biztos. Itt oda kell figyelni. Itt más, itt érzel mindent. Itt minden porcikát, amikor vezeted, érzed az autónak. Ezeket gyártották, az elsőket, a 130-asokat, ami például ez is, vashengerfejjel. Utána kapták meg a 135-ös és a 136-os az alumínium hengerfejet, ami már ezen is található, mert nem az eredeti motorja. És annyit tettem vele, hogy nem karburátoros lett, hanem egy Feliciának a vezérlő egysége, meg a, hát szóval egy központi injektoros motor lett belőle. Már csak azért is, hogy valamennyivel jobb a vezetési élménye. Hogy lehet vele, nem kell szivatot húzogatni, megvárni, hogy bemelegedjen üzemmelegre, hanem akkor az ember indít és megy vele télen-nyáron. Ebből a szempontból jobb lett, de én nem arra mentem igazság szerint, hogy ótés legyen, mert az egy kicsit másabb rész, de nekem így jó, hogy azért tudjam használni, kicsit jobb legyen, egy kicsit biztonságosabb. Nem csak az autóknak volt különleges formájuk annak idején. A motorkerekpárok sem úgy néztek ki, mint a maiak. Akadtak azonban még különlegesebb motorok, aminek 3 kereke volt. Ezek voltak az oldalkocsival felszerelt gépek. Ez például egy Ural típusú oldalkocsis motorkerékpár. A tulajdonosa azt mondja, ezt az érzést mindenkinek meg kéne tapasztalnia. Szerinte élmény ezekkel a motorokkal utazni. Nagyon szép feelinget, nagyon jó vele motorozni, és ez egy hobbi, ez egy szenvedély. Másképp nem lehet mondani. Az egyik legnagyobb látványosságnak számított a veterán autók között is az a bizonyos fekete Volga. A szovjet gyártmányú autó a kommunista rendszerben az egyszerű dolgozó számára szinte elérhetetlen volt, és nagy részt a párt felső köreibe vagy a karhatalmi kötelékbe tartozók használhatták. Ez egy Volga M21-es, 1959-ből. A jármű 6 éve van a tulajdonomban. Ez tulajdonképpen javarészt én újítottam föl, én csináltam, úgyhogy tulajdonképpen azóta használjuk, és járunk vele hasonló rendezvényekre. Javarészt ugye bármilyen korosztály legyen, az idősebb, fiatalabb, mindenki azért kíváncsian és érdeklődéssel fogadja a járművet. Egy veterán autó kiállítás azért is különleges, mert ilyenkor az érdeklődők tanúbizonyságot nyerhetnek arra, mennyit fejlődött a közlekedés az elmúlt 50-100 évben. No persze meg azért, mert megcsodálhatják a kemény munkával és anyagi kiadásokkal fenntartott, működőképes, múlt századbeni autócsodákat.